Pesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Na, mit láttál a tőzsdén? Ne csináld már ezt velem, kérlek. Én itt közben az SMS-eket próbálom szintetizálni. Jó, oké, akkor átveszem tőled a budapesti értéktőzsdét is, ami egyébként nagyon egyszerű volt, is. Mert minden blue chip esett, csak az volt a kérdés, hogy mennyit. A Telekom esett a legnagyobb mértékben, ezért lett a box vesztesége 1% fölötti, de amúgy az összes többi ilyen kismértékű esést hozott össze, úgyhogy nagyon izgalmas nem volt. A nemzetközi trenddel együtt mozgott a budapesti piac is, napközben egy icike-picikét talán lejtőn, de nem ez volt a lényeg, nehéz volt kitörni abból a hangulatból. Amerika viszont megfordult, tehát Amerikában itt most a negyedik napi zakó jött volna össze, illetve hát össze is jött, de hogy a napközbeni veszteségek most az előző nappal ellentétben lényegében a tükörképeként az előző napnak, most az utolsó fél óra az vásárlásokat hozott, ezzel az indexek csökkenteni tudták a veszteségeket, sőt a Dow Jones átlendült a pozitív tartományba, úgyhogy megkímélte magát a negyedik napi zakótól, sőt szerintem nem csak a Dow Jones, hanem az S&P is pluszba került, igen, és csak a Nasdaq maradt a negatív tartományban, de a Nasdaq is, ami bőven 1% feletti mínuszban is volt, sőt, talán a kettőt is közelítette, hogyha jól rémlik napközben, ez is szerény veszteségre váltott. De azért az fontos kiemelni, hogy itt megint a legnagyobb papírok, amelyek az indexekben is a legnagyobb súllyal szerepelnek, azok mozdították ebbe az irányba az indexeket, azok miatt csökkent a veszteség, azért, hogyha azt nézzük, hogy mennyi részvény ment lefele és mennyi ment fölfele, azért a pozitív indexek mellett is erősen negatív az arány. Tehát a New York-i tőzsdén például 5 csökkenő papírra jutott 2 emelkedő, tehát és így tudtak az indexek pozitívban, a nagy indexek pozitívban lenni, mert hogy a mega kapitalizációjú cégek fölfele mentek, tehát nem kapitulációjú, hanem a kapitalizációval rendelkező cégek. Úgyhogy volt egy kis fölélegzés, hát törvényszerű volt, hogy a 4 nap esés után egy kis fölélegzés jön, ezzel könnyű megmagyarázni egyébként, de hát meggyőzőnek azért még nem volt nevezhető, hogyha a mélyebb adatokat megnézzük, tehát a papírok nagyobb része, és azért jócskán nagyobb része lefele tartott tegnap is. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na mondd azokat az SMS-eket. A első és legfontosabb, hogy az ajtósi Dürer sor és a... Az majd jöhet a közlekedés. A közlekedéseket félrerakható, csak a nagyon sürgőseket mond, arra lesz egy külön blokkunk majd. Nem működnek a jelzőlámpák. Aha, most már végig kell mondanom. Most már persze. Na azt mondja, hogy... Figyelj, autós gyerek, a morál nélküli reálpolitika pont oda vezetett, ahol most tart a világ. Kiszámított populista, fasisztaid SMS üzenet alapú morális szemétdomb felé vezetett az út, ideje volna tanulni belőle. Hát ezt be kellett olvasni. Igen, de ebből a figyelj autós gyereket lopom. Jó. Figyelj fapados gyerek. Az autós gyerek azért jobban hangzik, valljuk be. Na, igen. Tegnap egyébként kaptam, majd még a tegnapiakat is elő kell, hogy kaptam. Mert hát ugye a Mindset magyar szinonimákra... Ugyanaz az SMS író. Igen, tényleg? Igen, aki szerint affektálás és pózőrködés a Mindset. Aha, de jöttek egyébként konkrét javaslatok is, hogy... Igen, de én ezeket szeretem kiemelni. Jó, na oké. De jöjjenek a konkrét javaslatok. Mindjárt megnézem neked, illetve az volt a kérdés, hogy az az előző előtti zene, amit a Shazam nem ismert föl sok mindenkinél, vagy lehet, hogy az előző? Melyik előző előtti? Gondolom a Honky Crew. A Honky Crew? Arra gondol? Igen. Nem ismerte föl a Shazam a Honky Crew-t? Tehát Honky Crew. Mi volt a szám címe? Old Joe. Old Joe. Uh-huh. Akkor ez is megvan. Kern András felismerte még mielőtt kezdtünk, valószínűleg igen, de nem kellett Shazamovni is szerintem, ha valaki azt kereste, de még ez egy másik. Illetve ha már helyek még... művésznő, akkor lehetne Snake Dance. Nem hiszem, hogy ez itt megvan a gépben. Nincs, biztos, hogy igen, biztos, hogy nincs. Illetve mozdonyvezetőse rákonyarodva, majd későbbiekben lehet erről szó? Miről? Hát, hogy ugye az előbb arról polemizáltunk, hogy a mozdonyvezetők hamarabb mehetnek nyugdíjba, és óriási tévedésben voltunk. Mert hogy nem. Megértek a hallgatók? Igen. Ugye én sem tudtam, tehát hallottam erről, de nagyon régen. Úgyhogy akkor ez egy korábbi
Igen, ezt már nem lehet. De sok évvel ezelőtt biztos, hogy lehetett. Tehát sok évvel ezelőtt lehetett, jó, de akkor ez már nincs. Korán, de ez már nincs. Igen. Hát gondolom, hogy kikoptak a gőzösök, és most már normálisabbak a munkakörülmények. Miért, miért a gőzöshöz kötöd? Hát mert az volt olyan egészségromboló, hogy nem érték meg a nyugdíjkorhatárt. Tehát gondolj bele, az milyen körülmények voltak, amikor lefagyott az egyik feled, a másik meg meggyulladt, és hát ezt nem lehetett kibírni sokáig. Igen. Tehát ott teljesen érthető volt, és adta magát egy korai nyugdíj, tehát ott igazából, ha valaki 20 évet elbír dolgozni. Igen, akkor... amikor az egész testület reggeltől estig rezgeti valami, az sem jó. De most már nem... De... Most már nem olyanok. Nem, nem olyanok. Tehát nem mindegy, hogy a, hogy mit tudom én, a 60 éves Szergelyen dolgozol reggeltől estig, vagy egy tolató mozdonyon, ami mondjuk 65 éves, vagy pedig a legújabb már modern mozdonyokon. De majd erről kifaggatjuk akkor. Az a baj, az írja az SMS író, hogy az EU által hozott szankciók azok, amik tökönszúrások lettek, és semmit sem gyengítettek az orosz gazdaságon, ellenben mi itt globálisan nem folytatom. Na várjál, szerintem ez így ebben a formában szintén... nem igaz, nem tudjuk. Szintén nem, igen. Nagyjából tehát... kiszámítható a hatása, de több év alatt hatnak a szankciók, miközben az oroszok az ügyesen föl mahinált gázárakkal rövid távon tudják, bocsánat, megfingatni, nem jutott eszembe jobb kifejezés, a kontinens. Ez most ugye a fő probléma, hogy Európa ezt hogy tudja megoldani rövid távon. Ugye ez a kritika. A szankciók nem kérdés, hogy hatnak, de nem fél év alatt, hanem mondjuk sok év alatt, amikor már a technológiában olyan lemaradásban lesznek, és de azért az annyira is biztos, kiesnek hogy a bevételeik, az idő. Az is biztos, hogy azért ez nem teljesen éri őket váratlanul. Persze, tehát, hogy hát készültek rá. Minél régebb óta megyünk bele ebbe az utcába, annál inkább látható az, hogy ők azért éveket szenteltek annak, hogy elrejtsék a pénzüket időben, és készüljenek. És a szankciókra is készültek. Igen, de azt el tudom képzelni egyébként, hogy ilyen mértékű és kiterjedtségű szankciókra nem készült. Ez így van. Ezt el tudom ez így van. Igen. Azt mondja az SMS író, figyú autós csávó. Na, azért finomodott, igen. De ez egy másik. Uh-huh. Azt jól vágom, hogy azt mondta a Brüsszel, hogy elfből nem veszünk olajat a ruszkiktól, de gázt muszáj. Aztán a ruszkik cseszekednek a gázzal. Alapvetően igen. Alapvetően igen. Tehát... Azért nekem a kedvencem igen. Ebből a... Ebből jó, igen. Ebből a képletből a kedvencem az, amikor szétszankcionáljuk őket, majd megsértődünk arra, hogy fegyverként használják a gázt. Igen. Azt tényleg nem sértődünk. Hát az, hogy játsszuk a sértődöttet, nyilván ott megint a politikusoknak valamit mondaniuk kell. Tehát, Na de értem, de hát most, hogy mondjam... Nem, ez nem sértődés kérdés, ez egy kőkemény játsz, egy kőkemény harc a háttérben. De álljunk bele, hát akkor semmi persze. Gond, tehát ez semmi... Hát Európa kicsit elaludt. Tehát igazából most kezd beleállni, nem hetekkel ezelőtt, legalább mondjuk akkor inkább hónapokkal ezelőtt, amikor pontosan látszott. Úgy tűnik, hogy a 300-as gázár kellett, amikor Európa elkezdett avon gondolkodni, hogy belenyúljon. Hát nyilván nem, piacban nem nyúlunk bele, csak akkor, ha már nagyon muszáj. A nagyon muszájt szerintem már korábban szerintem... elértük, most belenyúlunk, és tehát hogy lehet úgy ársapkát tenni a gázra, hogy az oroszok még továbbra is szállítsanak. Ugye az oroszoknak az érdekük, hogy keveset, de nagyon drágán szállítsanak, mert így van bevételük, és eddig ezt teljesen elérték, és eddig ebben maximális sikerük van, és most kell erre Európának válaszolni. Baromi érdekes a helyzet, ilyen nem volt még a mi életünkben hasonló sem. Tehát... Azt írja az SMS író, és szerintem ez egy teljesen jogos felvetés, amiről méltatlanul keveset lehet olvasgatni, hogy mi van akkor, hogyha mi föltöltjük a gáztározóinkat, és akkor az EU majd egy ilyen nagy gázelosztási Einsteinban azt mondja, hogy akkor erre is igényt tart. Azt azért nem teheti meg. Bizonyos... Figyelj, szerintem nincs olyan, amit ne lehetne megtenni, szerintem ezen már túl vagyunk, és még azt is el tudom képzelni, hogy összességében egyébként, ha mondjuk azt mondjuk, hogy EU szinten kapunk egy ársapkát, mindenre és mindenkire vonatkozóan, akkor ugye ezzel lehet legitimizálni azt, hogy bizonyos helyekről elinstandolunk készleteket. Van szolidaritás, elv, ami az alapja az unió működésének, és bizonyos mennyiségről nyilván erről lehet tárgyalni, de hát jó, ebben ne csúszunk bele, nem tudjuk, hogy reagál majd erre a magyar kormány, tehát nyilván mindenki a saját érdekeit védi. Ahogy mindenki, ez így beláthatatlan, hogy ahogy ez hova vezet, mint hogy mindenki másért. Persze. Mondjuk a Covid első napjaiban, vagy az első heteiben, vagy az első komolyabb összerezdüléskor. Tehát figyelj, a szolidaritás pont szerintem addig tartott.
ennyit tudunk most, ez beláthatatlan, hol vezet, és ezt hogy fogják megoldani, úgyhogy ez ne sérüljön. Eddig, most az oroszok egyelőre röhögetnek a markukba az elmúlt egy-két hónap fejleményeit látva, mármint ami az Európában a háttérben vívott. És már szankció, illetve gáz háborúban. Ha már morálról volt szó, meg politikáról, én őszintén reménykedem abban, hogy az ilyen jellegű válságok azok nem szétviszik a kérdést. Igen. Tehát ez, mert egyébként ebből ki lehet jönni jól is, hogyha mindenki tanúsít bizonyos szintű önmérsékletet. Na, nézzük rá az órára. Ó, jaj. És próbáljuk behozni az időt, amit itt most elbeszélgettünk. Mindenek előtt, és mi Tandinak adjuk át a terepet, aki a mai hírszerkesztőnk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.